Szevasztok, szevasztok, játék bemutató, Sun Quentin 2, ebben a pillanatban jött ki még konkrétan forró. Mi? Igen. Szóval, akik szerették az első részt, azok gondolom már várták, és meg ezt is fogják szeretni. Én nem igazán tartozom ezek emberek közé. Mindig egy ilyen kérdőjel volt számomra ez a slot. Valószínűleg csak azért, mert soha nem tudtam rajta nyerni, de ez mindegy is. Úgyhogy kijött, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen első benyomásos videót felveszek, bemutató dolgok, de én sem indítottam el, szóval nekem is teljesen úgy lesz, ugyanúgy, ahogy valószínűleg nektek is. Szóval, ami itt érdekes lehet, van négyfajta bónuszunk, egy 101, 500, egy 2500 XS, illetve egy random 740 ér, szóval valamelyiket megkapjuk majd random, nagy, meg bónusz esély növelő, egy szketör, meg kétszketör igazából. Az egyik 2x, a másik 45. Jó. Ami még nagyon érdekes lehet, hogy a max fin az 200 ezer, és a max bet 400 forint. Ja. Figyeljetek. 200 ezer x. Aki kiüti, császár. Na de. Nem nagyon fogunk itt olvasgatni semmit. Nem tudom, hogy a működése mennyire lehet más az előzőből, de hát ezt meg is nézzük. Abban a pillanatban élesbe. Úgyhogy végigveszünk az összes bónuszt, először kezdünk a picivel, ami csak 100x, ezt 3 scatter aktiválja. Gondolom a többit 4 meg 5. What? Na várjál. Hűha! Miért kell ilyet berakni, bazeg? Kockáztassa 5 Grimace spinjét, vagy kapjon 1 extra jumping wide-ot. Mi? Történik most? Ja. Nem teljesen tudom, hogy most mi történt. Valahogy kockáztattam, de hogy mit? Esküszöm, hogy nem tudom, mi történt. Talán veszünk még egy ilyet, úgyhogy nem gambázom, és nézzük, hogy mi lett volna a különbség, mert most elbuktam a gambát. Talán, hát nem tudom. Úgyhogy nem kell még egyet, hogy meglássuk. Srácok, hogy még egy ilyen pici bónusz lesz, abban a pillanatban már meg is van víve. És akkor... most ezt elvisszük. Ha? 8 pörget és egy jumping wide. Szóval ugyanaz igazából, csak az előbb 3 pörgetésünk volt. Ja? Nem. De. Jó. Oké. Okay. Ott a penge. Ami már az elsőben is mindig rossz helyre esett. Azonnal rányúlunk a középső bónuszra, majd megnézzük a legbaszóbbat, a nagyot is, srácok. Kitartsatok velem. Ma még nincs nézni pár baj, de holnap lesz. Addig ezzel kell bejárjatok. Úgyhogy, ha tetszik, akkor lájkold és kövess. És gyere Twitch-re nézni. Valószínűleg ma az új játékokat fogjuk megnézni, élőben is. Egytől, twitch.tv/dcbt, meg van ez, meg még úgy láttam, hogy van egy-két új játék, kíváncsi várom, hogy megnézhessem. Jó. Közben úgy látom, hogy sikerült átmennünk egyszer a pengével, a wide-on. Ez elkerült a figyelmem, nem tudom mikor volt. De 2x-es, szóval valószínűleg megtörtént. Jó. Hát ez olyan volt, amilyen, igazából nagy meglepetést nem okozott. Itt is van gambára lehetőség, most a kettő vágyunkat áldozhatnánk fel, de inkább nem. Inkább nem, úgyhogy figyeljük is el. Igen, ahogy mondtam az előbb, ó, várjál, az jó, jó, fogalmam sincs. Aha, szóval azon így egyből 14x van. Az amúgy fincsi, az amúgy fincsi.
Oké. Oké. Jumping wide. Jumping wide, jumping wide. Ami kell nekünk, az szerintem igen, a penge továbbra is a játék első számú boostolója, vagy mi, hogy is nevezzem ezt. Penge? Penge. Nincs penge. Se baj. Oké. Okay. 50k volt, ugye annyit illene hoznia. Tehát nem is volt kötés konkrétan. Penge rossz helyen. Hopp! Upgrade! 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 Upgrade nagy bónuszra! Igen. Viszont már csak két pörgetésünk van. De legalább fel van oldva az összes. Viszont penge még abszolút semmit nem csinált. Utolsó pörgetés. Kicsit késő jött ez a bóz. Az fizet szerintem. Valamennyit, nem tudom mennyit. 380x, 370x volt csak ez a pörgetés. Igazából sikerült a bónusz profitosra kihozni. Úgyhogy ez jó volt. Úgyhogy eljött az idő, meg kell vegyük a legjobbat. 2500x-ért, pazeg, gyere rá. Összkettőr aktiválja, nincs is miről beszélnünk. Reméljük, hogy minél jobb szimbólumot. Azt akarom, hogy itt még mindig lehetne gambázni, az valami hihetetlen. Most csak azért nem kattintok rá, mert amúgy rákattintanék, és akkor egyetőd a szerencs, az esélyünk. Mindegy, nyilván nem fogom elvinni, de amúgy az komoly, hogy még két vágyat tudnánk gyűjteni. Az komoly. És ha minden igaz, akkor... Hát ez eszméletlenül gyenge volt, te jó Isten. Te jó Isten, ez nagyon gyenge. Igen, szóval amúgy csak gambával lehet kifúzozni a bónuszt. Eddig számomra úgy tűnik. Na lehet, hogy vannak ilyen hidden dolgok, amik lehet nem kiderülnek ki a mai videóban. Mint mondtam, ez egy ilyen első ránézéses teszt bemutató. Ahol megnézzük a bónuszokat együtt. Jó. Ott a penge. Addig az nagyon fajn. De hogy 2500x-et az hogy fog visszaadni, az számomra nagy kérdés. Az számomra nagy kérdés. De ha visszahozna, lehet megvenni még egyszer. Bam. Jó. Jönnek a pengék. Vagyok rá. 8 meg 2x. Ó, az fizet? Hát, nem. Nem annyira. De amúgy még jó lehet simán. Cashback-et még, de rossz az hely. De kibaszott rossz helyen van az. Utolsó pörgetés. Hát, tehát jó. Ezt nevezem én mínuszos bónusznak. Ezt nevezem egy mínuszos bónusznak. Meg a szoki. 2500x-ből jött 800 vissza. Úgyhogy srácok. Ennyi volt ez a kis gyors talpaló ebből a játékból. Mondom, élőben akarjátok nézni, ahogy többet ütjük. Ma egytől lesz a lehetőség Twitch-en, twitch.tv/dcbteam a weboldalon, ott találkozunk, addig is jó egyetek, ha tetszett, lájkoljátok. Aztán találkozunk holnap nézőpárban, legrosszabb esetben. Sziasztok!